Üdvözlöm Önöket, ez a világhíradó az ATV-n. Akárki is végezhetik azt a két nőt Malajziában, akit Kim Jong-nam meggyilkolásával gyanúsítanak. Szerdán vádat emelhetnek ellenük. Közben észak-koreai delegáció érkezett Kuala Lumpurba azért, hogy hazavigye Kim Jong-nam holttestét. Az észak-koreai diktátor féltestvérének a két nő idegmérget kent az arcára két hete a Kuala Lumpuri reptéren, ez okozta halálát. Egyikük korábban azt mondta, úgy tudták, hogy ártatlan csínyt követnek el egy valóságshow felvételén. Erősödő védelmi minisztérium, magától összeomló Obamacare és drasztikus adócsökkentés. Többek között ezeket a terveit vázolta fel a szövetségi államok kormányzóinak Donald Trump, aki a külügy költségvetését is csökkentené nem kevesebb, mint 30%-kal. Az amerikai elnök az egész nemzethez is szól majd az ilyenkor szokásos évértékelő beszédében. A kormányzókat üdvözli Donald Trump a Fehérházban az ilyenkor szokásos éves tanácskozásra érkezve. Az új elnök nekik fejtette ki először, milyen konkrét változásokat tervez a szövetségi költségvetésben. A javaslatom a védelmi kiadások történelmi mértékű emelését tartalmazza majd, hogy újjáépítsük az Egyesült Államok legyengült hadseregét, méghozzá olyan időben, amikor leginkább szükségünk van rá, jelentette ki. Mint kiderült, a történelmi emelés pontosan 10%-ot, vagyis 54 milliárd dollárt jelent, amit nem katonai célra fordított pénzekből, konkrétan az oktatás, a környezetvédelem, a tudományos kutatások és a szociális programok területéről vonnának el. Csökkentik ugyanakkor az adókat, és egyszerűsítik is az adózást, aminek a kormányzók is örülhettek. Trump átalakítaná a külföldön elköltött pénzek büdzséjét is. Felháborítónak nevezte, hogy 6000 milliárd dollárt költöttek el a Közel-Keleten. A helyzet mégis rosszabb ott, mint 16-17 évvel ezelőtt. A védelmi kiadások növelését még a demokraták is támogatják, hívta fel a figyelmet ez a szakértő, de a civil szférától történő elvonásokat már nem, ezért várható, hogy a tervezet ebben a formájában nem fog átmenni a kongresszuson. A kínai külügyminisztérium szerint azzal, hogy az Egyesült Államok megnöveli a védelmi kiadásait, az egész világ jól járhat. Ez ugyanis elősegítheti a globális béke és stabilitás fenntartását. A pozitív hangnem az amerikai-kínai kapcsolatok erősödéséről árulkodik, ahogy az is, hogy Trump röviden tárgyalt Kína első számú diplomatájával. Xi Jinping külpolitikai főtanácsadója a kínai elnök látogatásának előkészítéséről, a kereskedelmi kapcsolatokról és Észak-Koreáról egyeztetett az amerikai elnökkel és tanácsadóival. Az Egyesült Államok leendő kínai nagykövete is úgy nyilatkozott, Washingtonnak fontos a Pekinggel folytatott jó viszony. Ők a világ legnépesebb országa, egy növekvő gazdaság, nagyon jó piaca számunkra, mondta a leendő nagykövet, aki az amerikai történelem leghosszabb ideje tevékenykedő kormányzója is egyben. Iowa élén bebizonyította, tudja, hogyan kell bevonzani a kínai tőkét. Az állam ötödik legnagyobb exportpartnere ugyanis Kína, ahonnan évente több mint 1 milliárd dollár értékben importálnak is. Az orosz-amerikai jó viszony már kevésbé egyértelmű, bár az utóbbi időben több olyan hír is megjelent, ami lecsillapíthatja a kedélyeket. Kiderült, hogy az amerikai képviselőház hírszerzési bizottságának elnöke szerint nincs bizonyíték arra, hogy Trump kampánycsapata gyanús vagy nem helyén való kapcsolatokat tartott volna fenn orosz tisztségviselőkkel. A bizottság egyik demokrata tagja szerint ugyanakkor még túl korai következtetéseket levonni ezzel kapcsolatban. A témát Uzoni Eszterrel, az ATV külpolitikai szerkesztőivel folytatjuk tovább. Szervusz Eszter! Szervusz Géza, üdvözlöm a kedves nézőket! Megütötte a fülemet, hogy Trumpnak szüksége van a demokratákra a költségvetési tervek megvalósításához. Miért van ez? Biztos azért kérdezed ezt, mert mint ismert, az alsó és a felsőházban is a republikánusok vannak többségben, csak hogy van egy törvény, ami felső korlátot szab a védelmi kiadásoknak, és ezt először meg kell változtatni ahhoz, hogy Trump 10%-kal többet költhessen erre. Na, ehhez kellenek a demokrata szenátorok. Az viszont, hogy ők együttműködjenek
igazából nagy békülésre lenne szükség. Sokan azt várják Trumptól, hogy a megosztott országot az évértékelő beszédével egyesítse. Valószínűleg ezért beszélni fog az elmúlt 40 napban hozott intézkedéseiről, de mindezt nagyon mosolygósan, nem bombasztikusan, nem lehengerlően, inkább barátságosan fogja tenni. Valószínűleg sok szó lesz azért arról is, hogy mi köti össze az amerikaiakat, mi az, ami újra összekovácsolhatja őket, de egy amerikai elemző megjegyezte, hogy lehet, hogy utána újra twitterezni kezd Trumpot, pedig azért egészen más üzeneteket is szokott küldeni. Ugye nehéz dolog úgy kibékíteni a republikánusokat és a demokratákat, hogy közben ez utóbbiak még maguk között is megosztottak. Igen, a választási vereséget még mindig nem sikerült feldolgozniuk, ami az utcai tüntetésekből, de a belső konfliktusaikból is meglátszik. A párt bal szárnya, nyilván emlékszel még ez, Hillary Clinton legerősebb kihívójának, Bernie Sandersnek a támogatóiból áll, tehát ők nem örülnek a demokrata pártban zajló folyamatoknak, a Washington központúságnak, egyfajta reformszárnyat képviselnek, mint annak idején a republikánusoknál a Tea Party, vagyis a Tea délután mozgalom, ami azért fontos nagyon, mert ők az aktivisták, ezért ha ők kiválnának a pártból, a demokraták még a mostaninál is nagyobb bajba kerülhetnek. Egy másik érdekesség, hogy a demokrata politikusok egy része Washingtonban nem annyira Trumpra, inkább az amerikai emberekre haragszik, hogy hogyan szavazhattak Trumpra, ami meg a potenciális választóik felé nem túl jó üzenet. Ez egy kicsit sértődötten hangzik. De közben, hogyha jól tudom, Obama is vissza akar szivárogni a politikába. Igen, van egy szervezet, az Organizing for Action, magyarul talán akcióra vagy cselekvésre szervezőkre lehet fordítani, ami konkrétan Obama kampányszervezetéből alakult meg. 14 professzionális szervezőjük konkrétan arra tarítja a helyi aktivistákat, hogy hogyan fejezzék ki leghatékonyabban a republikánusokkal szembeni álláspontjukat, és hogy hogyan vigyék ki az embereket az utcákra. Ezen kívül Trump megvádolta Obamát, hogy az ő felbújtására az ő emberei szivárogtattak ki információkat Trump kormányzásáról, például az állam és kormányfőkkel folytatott telefonbeszélgetéseiről, ami aztán a médiát is sokáig foglalkoztatta. De egyébként, ha már a tüntetéseket említettem, még egy érdekesség, hogy a Trump ellenes amerikai mozgalom egyik szervezője egy olyan palesztin nő, aki Izraelben két robbantásért is felelős. Az egyikben két zsidó egyetemista meg is halt, ezért a nőt még 1969-ben életfogytiglani börtönre ítélték. 10 évet le is ült, de egy fogolycsere részeként aztán szabadon engedték. Most az Egyesült Államokban él, és Trump ellenes megmozdulásokat szervez. És ilyen emberekkel dolgozik együtt a volt elnök, ez meglepő. Köszönjük ezt el. Én is köszönöm. Bombamerénylettel fenyegettek meg számos zsidó központot az Egyesült Államokban. 8 szövetségi állam területén összesen 16 intézmény kapott ilyen fenyegetést. Volt, ahol idén már nem ez volt az első eset. A rendőrség egyik helyszínen sem talált olyan nyomokat, amelyek valós támadásra utaltak volna. Az elmúlt napokban 2 zsidó temetőt rongáltak meg, több 100 sírkövet és sírhelyet dúltak fel ismeretlen tettesek. Donald Trump elnök elítélte a zsidó közösségeket ért szaporodó fenyegetéseket. Újabb rakétát lőtte ki Izraelre a gázai övezetből. Közben egy cisziordániai zsidó telepen, Ofrában kiürítenek 9 házat, amelyeket lebontásra ítéltek, mert állítólag palesztin földeken épültek. Hetekkel ezelőtt a közeli Amonából több 100 izraelit költöztette ki hasonlókból. Válaszcsapásokat mért az izraeli légierő a Hamas állásaira, miután a palesztin terrorszervezet uralt a gázai övezetből, újabb rakétát lőttek a zsidó állam déli részére. A palesztin ellenállás soha nem hagyja, hogy az izraeli ellenség megtörje népünk akaratát azzal, hogy célba veszi állásainkat, mondta a Hamas szóvivője. Még egyik dzsihadista szervezet sem vállalta magára a rakétatámadást. Izrael szerint, ami a gázai övezetben történik, az a Hamas felelőssége. A válaszcsapásokban 4 megsebesültek. Nem akarunk műveletet indítani a gázai övezetben, de nem toleráljuk a rakétákat. Javasoljuk, hogy állítsák vissza a rendet, mondta a védelmi miniszter. Közben egy cisziordániai zsidó telepen kiürítenek 9 házat, amelyeket lebontásra ítéltek, mert állítólag palesztin földön épültek. A helyiekkel együtt jobboldali fiatalok tiltakoztak a lépés ellen. Nem helyes, hogy lebontják a házakat a telepen, amit 42 éve törvényesen alapítottak. Nem fogjuk csak úgy elhagyni az otthonunkat, mondta egy telepes. A kormány 5,5 ezer új házat építene Cisziordániában.
az ottani zsidó telepeket sokan illegálisnak tartják, miközben a területen már a bibliai korban is éltek zsidók. Bezárták azt a berlini mecsetet, ahol gyakran megfordult a tavaly decemberi kamionos terrortámadás tunéziai elkövetője. A német hatóságok szerint az imaház szélsőségesek találkozóhelye volt. A rendőrség 24 helyszínen tartott házkutatást a német fővárosban. Lakásokat, cégközpontokat és 6 börtöncellát vizsgáltak át. Közben kiderült, az a német iszlamista, akit a múlt héten terrortámadás előkészítésének vádjával letartóztattak, korábban neonáci volt. Az interneten állítólag muzulmánok ellen is úszított. Menekülni kényszerülnek az egyiptomi keresztények a sínai félsziget északi részéről, miután az iszlám állam terroristái többeket megöltek. Több százan hagyták el otthonaikat. Februárban legkevesebb 7 keresztényt öltek meg iszlamista fegyveresek. Egy templom kertjében ütöttek tábort azok a keresztények, akik az iszlám állam támadásai elől menekültek el a sínai félsziget északi részéből. Egyelőre senki nem tudja, hogy mi lesz velünk. Ez egy átmenetinek szánt állapot, de nem tudni, meddig fog tartani. Nincs garancia arra, hogy visszatérhetünk házainkba. Többségünk rettegésben él. Ha visszamegyünk, ismét a terroristákkal kell szembenéznünk, mondja az egyikük. A menekültek azt mondják, most a templom kertjében is jobb dolguk van, mint volt néhány hete saját otthonaikban. Borzalmas terrorban éltünk. Otthon nem tudhattuk, hogy mikor törik ránk az ajtót és vágják le a fejünket, vagy gyújtanak fel bennünket élve. Napokig aludni sem tudtunk a rettegés miatt. Emlékezik vissza az otthon töltött utolsó napokra egy menekült. Azzal fenyegetőztek, hogy azokat is megölik, akik segítik a keresztények menekülését. Ha egy buszon keresztényeket találtak, akkor a sofőr az életével játszott. Szervezett műveletre van szükség, hogy az ott élőket megmenthessük, fogalmazott a pap, aki befogadta a menekültek egy részét. Az iszlám állam terrorszervezet egy hónapokban közzétett videófelvételen azzal fenyegetőzött, hogy fokozni fogják a keresztények elleni támadásokat. Egyiptomban él a legnagyobb lélekszámú közel-keleti keresztény közösség. A 90 milliós ország mintegy 10%-át adják a koptok. Az elmúlt években szaporodó támadásokról és üldözésekről számoltak be. Abdel Fattah al-Sisi egyiptomi elnök a hétvégén arra utasította a kormányt, hogy segítsék a sínairól elmenekülő keresztényeket abban, hogy az ország más részein le tudjanak telepedni. A hétvégi áradások újabb áldozatainak holttestét találták meg Chilében. A máskülönben száraz térség folyói az elmúlt 80 év leghevesebb esőzései után léptek ki medrükből. Legalább 18-an meghaltak, de az áldozatok száma még emelkedhet. Megkezdték az árvízkárok helyreállítását ebben az észak-chilei városban. A településen 160 embert evakuáltak. A folyó vízszintje 1968 óta nem volt ilyen magas. Az utak gyakorlatilag tönkrementek, mondta a polgármester. A régióban, ahol a város található, megáradt a leghosszabb chilei folyó. A partján lévő településeken elővigyázatosságból lekapcsolták az áramszolgáltatást. Kihordtuk a vizet, de még mindig gázolunk a sárban. Magunktól jutottunk ki, nem is figyelmeztettek, különben óvintézkedéseket tettünk volna, mondta ez a nő. A katasztrófa áldozatainak száma tovább nőhet, mert többeket még eltűntként tartanak nyilván. Ennél a folyónál is keresnek egy férfit. Apám a parton sütögetett a rokonokkal, amikor jött az áradás. Nem számítottak rá, mondja az eltűnt férfi fia. Ennél a másik folyónál az áradás ereje nehezíti a keresést. A hadsereg helikopterrel mentett meg mintegy 450 embert, akiket az áradások elvágtak a külvilágtól. Szörnyű volt, kirándulni voltunk egy busszal, és útközben 4 földcsuszamlás történt, amik 5 órára elvágtak minket a külvilágtól, mondta ez a nő. A fővárosban 1 millió, a környékén pedig több millió ember maradt ivóvíz nélkül. A hatóságok próbálják mindenhol helyreállítani az ivóvíz szolgáltatást. Interneten kért bocsánatot a PricewaterhouseCoopers cég a hétvégi Oscar-gálán elkövetett kínos tévedésért. Az aranyszobrokért és azok átadásáért felelős vállalat közleményben elnézést kért az érintett stáboktól, valamint a díjátadó gálát vezető színészpárostól is. A film ünnepélyen először tévedésből a kaliforniai álmot jelentették be a legjobb filmnek járó aranyszobor győzteseként, holott valójában a Hold fény nyert.
A kavarodás valószínűleg nem fogja befolyásolni az amerikai filmakadémia és a könyvvizsgáló cég ő 8 évtizedes kapcsolatát. Már jövő év végén útnak indulhatnak a SpaceX amerikai magáncég első űrturistái. Elon Musk, a vállalat tulajdonosa bejelentette, hogy a tervek szerint az újfajta emberek szállítására is alkalmas Dragon űrhajóval fognak megtenni egy hold körüli utat. Azt egyelőre nem tudni, hogy kik azok, akik az első repülésre jelentkeztek. Musk csak annyit árult el róluk, hogy jelentős összeget fizettek a kiváltságért cserébe, és tisztában vannak azzal, hogy milyen kockázatot jelent egy űrrepülés. 8 hónapig szunnyadt, most ismét kitört az Etna. Európa legaktívabb vulkánja miatt légiforgalmi riasztást kellett kiadni Szicília térségébe, bár a legközelebbi város Catania repterét egyelőre nem kellett lezárni. A látványos éjszakai jelenséget a közeli városokból is látni lehetett. Geológusok erősödő rezgéseket mérnek a tűzhányó közelében, és egy kisebb lávafolyam is megindult a hely délkeleti kráteréből. A hatóságok szerint azonban a kitörés nem fenyeget lakott területeket. Önök a világhíradót látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!